Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek, köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi meghívott tisztelt vendégünket, a kedves televízió nézőket. A jelenléti hív alapján megállapítom, hogy mind a 11 képviselő megjelent, az ülés határozatképes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi javaslata? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a napirendeket. Aki egyetért, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket szavazzuk, tárgyaljuk meg, azt kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 22-től 27-ig terjedő napirendi pontokat a magyarországi helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, az ENSZ közgyűlése 2005-ben nyilvánította január 27-ét a Nemzetközi Holokauszt Emléknapjával. Az egyhangulag elfogadott határozat hangsúlyozza az emlékezés és a tanítás kötelességét, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a 6 millió igen nagy többségében zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét. A haláltábor felszabadításának 77. évfordulója alkalmából kérem, egy perces néma felállással adózzunk az áldozatok emlékének. Tisztelt képviselőtestület, megkérem jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről adjon tájékoztatást. Még a tavalyi év december 16-án a Kazak Köztársaság fennállásának 30. évforduló alkalmával rendezett ünnepségen Sári Kovács Szilvia alpolgármester képviselte az önkormányzatot. December 19-én a római katolikus templomban került sor a 4. adventi gyertya meggyújtására. Az ünnepi személyisén Szepesi Tibor polgármester, dr. Kanászlady László, Molnár Pál és Pánti Ildikó képviselők vettek részt. A betlehemi lángot Sári Kovács Szilvia alpolgármester adta át. 20-án a Kárdas György szakiskola karácsony ünnepségén Pánti Ildikó képviselte az önkormányzatot. 20-a és 22-e között színes gyermekprogramokkal, kirakodóvásárral, étel-ital árusítással, 200 méternyi óriás kolvász, látványsütéssel, színpadi produkciókkal várta az érdeklődőket a Délügyi Kulturális Központ szervezésében az Aranykapu elnevezési karácsonyi rendezvénysorozat a Városháza udvarán és a parkolójában. A rendezvénysorozat eseményei Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János alpolgármester, Molnár Pál, Nagyné László, Erzsébet Pánti Ildikó és dr. Pintér Zoltán képviselők vettek részt. December 21-én az idősek otthona Varó úti, 22-én pedig a Zöldfa úti telephelyén rendezett karácsonyi ünnepségeken Szepesi Tibor polgármester, Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselők vettek részt. 27-én a Városházán Szepesi Tibor polgármester vette át Pap Bernadett karcagi vállalkozó 7500 darabos orvosi maszkot tartalmazó adományát. 31-én Szepesi Tibor polgármester szolgálatai helyeiken köszönte meg a szilveszter napján szolgálatban lévő rendőrök, katasztrófavédők és mentősök munkáját. 2022. január 9-én a református nagy templomban Isten tisztelet keretében, azt követően pedig a Kumpiéta emlékműnél koszorúzással és mécsesgyújtással emlékeztek a II. Világháború áldozataira és a II. Magyar Hadsereg Doni katasztrófájára.
A megemlékezésen az önkormányzat képviseletében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek, Karcagi Nagy Zoltán, Pán Ildikó és dr. Vintér Zoltán képviselők vettek részt. 14-én a Karcagi Szimfonikus Zenekar korábbi karmestere Bíró Attila temetésén Budapesten Sári Kovács Szilvia alpolgármester képviselte az önkormányzatot. 20-án az Ifjúsági Házban került sor Kornya István, Csíkos Sándor Kulisszák nélkül című a művész életútját ismertető könyvének bemutatójára. A könyvbemutatón Szepesi Tibor polgármester és Karcagi Nagy Zoltán képviselők vettek részt. 21-én az Agromes Expo keretén belül megrendezett 12. Agrármédia és Marketing napon Sári Kovács Szilvia polgármester vett részt. Még ezen a napon Dérinék Kulturális Központban a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünnepségen Elsimon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója tartott beszédet, az ünnepi műsorban Gánóczi Ferenc középiskolai tanár és az Arco Nobile vonós négyes működött közre. Szepesi Tibor polgármester itt adta át a Karcagváros kultúrájáért és Karcagváros sportjáért díjakat, valamint köszöntötte a pedagógiai szolgálati emlékérem elismerésben részesült pedagógusokat. A rendezvényen Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál, Nagyné László Erzsébet, Pánti Ildikó és dr. Pintér Zoltán képviselők vettek részt. 22-én Kenderesen Albert Krisztián Karcagi hadtörténeti gyűjtő kiállításának megnyitóján dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselő vett részt. 26-án került átadásra a Karcagi járáshivatal felújított épület része. Az eseményen Szepesi Tibor polgármester mondott köszöntőt, jelen voltak Sári Kovács Szilvia alpolgármester, Karcagi Nagy Zoltán, dr. Pintér Zoltán, Nagyné László Erzsébet és Pánti Ildikó képviselő. Köszönöm szépen, jegyző úr! Tisztelt képviselőtestület, napi rendelőti kérdések feltevésére van lehetőség. A kérdések megválaszolása a napi rendek megtárgyalását követően fog sor kerülni. Kérdezem, hogy napi rendelőti kérdése, felvetése testületből van-e valakinek? Én mindenképpen szeretnék egy kérdést föltenni, de előtte egy pár gondolatot engedjen meg a képviselőtestület. Többször adtunk tájékoztatást arról, szóban és írásban is, hogy az M4-es autópálya szakasza eléri lassan térségünket is, és az a tervezési folyamat, ami a karcagi elkerülő utat, illetve az M4-es autópálya gyorsforgalmi utat érinti, ott ugye a testület, én azt gondolom, hogy egyhangú határozattal döntött arról, hogy kérjük ennek a módosítását, egy picit jöjjön közelebb a településhez, nyilván a karcagiak, a térségben élők érdekeit szolgálva, és ehhez az M4-es autóúthoz épüljön meg lehetőség szerint egyszerre, ami a tervezési folyamatot illeti, pedig a tervezéssel együtt ez az elkerülő út. Én azt gondolom, hogy jól döntöttünk, amikor ezt az utat választottuk, hogy ezt a szakaszt, és hangsúlyozom ezt a szakasznak az áttervezését, amely nem érinti természetesen a kisújszállásig ideérő szakaszt, hiszen amit tudjuk, hogy a február elején átadásra kerül a Törökszent Miklósig érő szakasz, és utána a tervek alapján készül tovább a kisújszállásig tartó szakasz, illetve nem érinti a másik oldali szakaszt, amely Berettyó Újfalutól egészen Püspökladányig fog tartani. Tehát a kérésünk az volt a magyar kormány, illetve a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Vállalat irányába, ZRT irányába, hogy ezt a szakaszt, amely Kisújszállás és Püspökladány között van, ezt tervezzék újra, és lehetőség szerint az itt élők, hangsúlyozom az itt élők, a térségben, a járásban élők érdekeit vegyék figyelembe. Én Kozma Dániel momentumos képviselőről kérdezem, hogy egyetérte ezzel a javaslattal, amelyel a képviselőtestület élt, ha jól emlékszem, 2020 végén. Köszönöm szépen, nagyon örülök neki, hogy olyan egyetért. Nem tudom, hogy beszélnek-e itt a környező települések momentumos képviselői egymással, mert hogy olvastam itt a szomszédos momentumos képviselő úrnak a videó üzenetét, amelyben azt üzente, hogy a karcagi polgármester megakasztotta a kavaiak M4-es útfejlesztését.
Hát akkor fejtse ki majd neki is ezt a véleményét. Nem tudom, hogy központilag van-e valami elképzelés a Momentumban arról, hogy most akkor melyik térséget hogyan beszéljük át, hogyan kommunikáljuk az ott lakókkal a Momentum elképzeléseit, vagy ott nem mondanak igazat, vagy itt nem. Tehát ezt majd egymással próbálják megrendezni. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor tisztelt képviselőtestület, rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat a 2022. évi költségvetési kitekintő határozat meghozatalára. Tisztelt képviselőtestület, az államháztartásról szóló 2011. évi törvény értelmében a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a gazdasági stabilitásról szóló törvény alapján kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeinek és kiadásainak, adósságot keletkeztető ügyleteinek fizetési kötelezettségeiből adódó terveit. A Karcagváros önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezett elfogadása előtt a jogszabályi előírásoknak megfelelően a fent meghatározott költségvetési kitekintésről szóló határozat meghozatala szükséges. Azt gondolom, hogy az írásos anyag minden tartalmaz, vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem jelezze igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Második napirendi pontunk javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetre. Tisztelt képviselőtestület, kedves megjelentek, bejelentem, hogy ehhez a második napirendi ponthoz közmeghallgatás keretében, ezt a második napirendi pontot közmeghallgatás keretében tárgyaljuk, melynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a költségvetéshez kapcsolódóan közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek 5 perces időkorlátozással. Kérdezem, hogy valaki kíván-e a napirendhez szólni? Parancsoljon. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőnk! Kovács Sándor vagyok, az ipartestület vezetőségi tagja, és tavaly december 29-én az ipartestület évad záró gyűlésén a vezetőség gondolta, hogy ilyen lehetőség, ha van, akkor itt az önkormányzatot szeretném megkérni, hogy az ipartestületet, mivel már 50 éve nem volt felújítva belülről, hogy jó volna egy kis segítség, vagy esetleg ebbe szeretnénk kérni a segítségüket a önkormányzatnak. Tehát az ipartestületi székháznak a... Igen. Van egy nagy táncterem, meg a feljárat, mert igen. 50 éve nem volt, azt hiszem a 70-es évek legelején volt, amikor itt teljesen fel volt újítva. És ugye a városnak is azért nem mindegy, hogy évtizedekig ott szórakozás volt, meg itt a városközpontban az épület, az nagyon. Igen, köszönöm szépen a javaslatot, felvetést meg fogjuk vizsgálni, és amennyiben lehetősége lesz az önkormányzatnak természetesen, ahogy más civil szervezeteket is, én azt gondolom, hogy az IPOS-t is megpróbáljuk olyan helyzetbe hozni, esetleg pályázaton keresztül, amely lehetővé teszi. Mert igen. Mivel végül is az önkormányzat tulajdonában van az épület. Hogy... Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is fordulás. További kérdés, javaslat költségvetéshez kapcsolódóan. Kérdezem a képviselőtestület tagjait. Az írásos anyagot megkaptuk, több fórumon átbeszéltük, pénzügyi bizottságon. Én azt gondolom, hogy minden tartalmaz a költségvetés, de természetesen vitára bocsájtom. Kérdés, hozzászólás, Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr.
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlévő, tisztelt televíziónézők! A költségvetés megalkotásának fő irányvonalát a működés előző évekhez hasonló színvonalon történő biztosítása, a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása, az újabb pályázati lehetőségek kihasználása jelentette. Az előző évekhez hasonlóan a költségvetési rendelet tervezetben megtervezésre kerültek a Karcagvárosi Önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kötelező feladatai, a karcagi többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint az önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételek és kiadások az észszerű és takarékos gazdálkodás követelményét szem előtt tartva. Az önkormányzati feladatok között jelentős összeggel szerepel többek között a beltéri utak, járdák felújítása, parkolók kialakítása, a választott körzetek településfejlesztési kiadásai, a közvilágítás biztosítása, térfigyelő kamerarendszer bővítése, környezetvédelemmel, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, a központi orvosi ügyelet biztosítása, kulturális feladatok, a helyi autóbusz közlekedés támogatása, valamint a vízi közmű szolgáltatás fejlesztése is. A települési támogatások rendszerében a rendszeres és rendkívüli támogatásokat továbbra is szociális alapon biztosítjuk a rászorulóknak. Ebben az évben is megjelenik a költségvetés tervezetben a karcagi lakóhelyen rendelkező újszülöttek támogatása, az úgynevezett baba csomag. Az Akácliget fürdő üzemeltetését a lakosság sport és szabadidős tevékenysége gyógyászati ellátása érdekében továbbra is támogatjuk. Jelentős beruházások, fejlesztések vannak folyamatban városunkban, melyek nagyobb része támogatásból, kisebb része saját forrásból zajlik. Jelenleg 15 darab Európa Uniós forrásból megvalósuló projekt megvalósítása van folyamatban, összesen több mint 5,3 milliárd forint támogatásból. Hazai forrásból, állami támogatásból közel 4,9 milliárd forint összegben valósulnak meg fejlesztések. Kiemelt szerepet kap a sportfeladatok támogatása, ebben az évben nem csak a működés, hanem a fejlesztések terén is jelentős állami támogatással. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátását önkormányzatunk 2022 évben is folyamatosan biztosítja. A működés biztonságát szem előtt tartva, a jelentős beruházások, fejlesztések megvalósítása van folyamatban, valamint igyekszünk kihasználni az újabb pályázati lehetőségeket is. A beterjesztésre került rendelet tervezet szerint a Karcagvárosi Önkormányzat 2022 évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 15 milliárd 74 millió 722.753 forint. A néhány nappal ezelőtt tartott pénzügyi fejlesztési bizottsági ülésen bizottságunk megtárgyalta, támogatta a javaslatot, és a testületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! További kérdés, hozzászólás, Pánti Ildikó képviselő asszony. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők, televíziónézők! Valóban a költségvetés minden év elején meghatározó téma és meghatározó napirend képviselőtestület ülésén. Olyan a város költségvetése, mint egy családi költségvetés. Tervezni kell, ahol van bevételi oldal és van kiadási oldal. És ennek a kettőnek egyensúlyba kell lenni. Elmondhatjuk örömmel, az elmúlt években a város költségvetése évvégén is mindig stabilitás mutatott, és ez az egyensúly adott volt. Tervezni kell természetesen a városnak is, mint ahogyan tervezni kell a családoknak is. Az is természetes, hogy az igény mindig megvan a többre, a jobbra,
a SZEB-re, de a költségvetés tények ismeretében pályázatokkal együtt mindig meghatározó. Örömmel mondhatom úgy, mint a Társadalmi Idegenforgalmi Bizottság elnöke, hogy ebben az évben is lehetőség van az egyesületeknek, szervezeteknek, alapítványoknak az önkormányzat támogatására, ha ezzel élni kívánnak. És ez öröm, hiszen tudjuk azt, hogy ezek a szervezetek élnek, léteznek, programjaik vannak, emberi együttlétek különböző programokkal, és ha ehhez, ezeknek a megvalósításához egy-egy támogatás adódik, akár pályázat útján, akár helyben, az önkormányzat segítségével, az mindig jó dolog. És ha kívánnak ezzel a lehetőséggel élni, akkor a lehetőség határain belül ez az önkormányzat képviseletében és az önkormányzat költségvetésében mindenkor biztosított. A másik dolog pedig az év végén sajnálatos módon választókerületemben két tűzeset is adódott lakóépületet illetően, és itt szeretném megköszönni polgármester úrnak, alpolgármester úrnak, jegyző úrnak, és a szociális iroda munkatársainak, hogy évvégén is tudtak segítséget, támogatást adni, úgy a rokkantkerti, mint az Akácos úti lakónak a helyreállításhoz, a károk felmérését követően, hiszen biztosítással egyik helyen sem rendelkeztek. Köszönöm a lehetőséget, és bízva a költségvetés ezévi sikeres megvalósításában támogatom, elfogadásra ajánlom. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Andrássy András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Hát eljött ez a nap is, költségvetést kell a városnak elfogadni ahhoz, hogy működjön majd az elkövetkezendő időszakban, azaz ebben az évben. Szembesülve a számokkal, ekkora számmal még nem találkoztam a város történetébe, 15 milliárd forint. Azt hiszem, a Tiszán innen nincs még egy ilyen város a megyében, amelyiknek ekkora költségvetése legyen. Átnézve megállapítható, hogy a testület, illetve bocsánat, a hivatal jó munkát végzett. Számszakilag nem lehet benne hibát találni, minden ott van, minden törvényszerű, minden jogszerű, és minden a helyén van. Nyilván a koncepciója az, amelyik igazából az évek, korábbi évek folyamatbánya, és látható, hogy igazából alapvető változás nem történt. Változaton azt mondom, hogy ez a költségvetés sem tartalmazza azokat a biztosítékokat, lehetőségeket, amiben a város egy harmadik lábra, egy önálló lábra tudjon állni, ami a bevételeiben egy stabilitást jelentene. Mert jelen pillanatban legyünk egész őszinték, és nézzünk mögé a számoknak. Igen, függünk, a mindenkori költségvetés kegyeitől függünk. Az, hogy jelen pillanatban ezek így alakultak, tegyük össze a kezünket. Nagyon örülünk neki, persze. Hát nyilván az a hagyományosan ismert roma közmondás, hogy ha ütnek, szaladj el, ha adnak, fogadd el, természetesen elfogadjuk és élünk vele. De az a származás kérdése. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek értelmében nyilván örülünk ennek a pénznek, és örülünk azoknak a beruházásoknak, amik a városba érkeznek. De továbbra is azt mondom, hogy ha nem igyekszünk, és nem alakítjuk úgy, hogy a város egyéb forrásokból önálló bevételekhez jusson, erre van lehetőség egyébként, csak ebbe az irányba kell elmenni. És a forrásainkat úgy átcsoportosítani, hogy ezek megvalósuljanak, akkor később évben komoly problémák lesznek. Már is mondom, tudjuk, hogy a város lakossága az elmúlt időszakban egy 25 ezeres várostól 20 ezer alattivá vált. Ezt nem lehet tagadni, azt hiszem, hogy ezek a számok stimmelnek. Tehát
Egy olyan folyamatnak vagyunk a részesei. Tudom, erre lehet azt mondani, hogy hát persze a környező városokra is és az egész országra is jellemző ez. Nem. Valóban úgy van, ahogy polgármester úr mondta az előbb, mi Karcag érdekeit nézzük, és nem adott esetben Kabát. Vagy a környező településeket. Tehát igenis, ennek a városnak a lakossága folyamatosan csökken. Ha ezt a trendet nem tudjuk megállítani, akkor akármilyen szép középeletünk, akármilyen szép sportcsarnokaink, akármilyen szép köztereink lehetnek, ha nem lesz benne, aki lakjon. Bocsánat, ez azért egy kicsit durva volt, tudom, de igen. Tehát egy folyamatosan fogyó lakosság, egy folyamatosan elvándorló fiatalság mellett nem látom ebbe a költségvetésen, úgy, ahogy a korábbiakban nem láttam, ami itt tartaná a fiatalokat. Nem látok lakásépítési programot, nem látok munkahely teremtési programot, nem látok olyan bérezési rendszer. Tudom, az önkormányzat nem vállalkozó, ezt is tudom. De vannak egyéb lehetőségek, és ezt pontosan tudjuk mindketten. Tehát igenis lehetne ebbe az irányba elmenni, amivel tudjuk itt tartani. Tudjuk olyan folyamatokkal és olyan eszközökkel, adott esetben jó néhány éve gyakorlatként láttam, örülök neki, ebbe a költségvetésben is ott szerepel a gyermekorvosi támogatás keretösszege, amennyiben erre találunk olyan diákot, aki hajlandó az egyetemen gyermekorvosi diplomát szerezni, és hajlandó ide jönni a városba utána vissza. Nem találtunk évek óta. Erre tennék egy javaslatot egyébként, ha már ennél a témánál tartunk, hogy erre hozzunk létre egy koordináló kis csoportot, ami elősegíti ennek a lehetőségnek az ismertetését, megismertetését a diáksággal, illetve egyben egy kutatást is folytat az egyetemeken a végzős diákok körében, mert igenis súlyos probléma a gyermekorvosi kérdés a városban. Lehet vitatkozni saját szememmel és saját tapasztalat. Az, amikor látom, hogy a szülő a sürgősségén több mint 6 óra hosszát várakozik, mert egyetlen egy orvos van, aki kénytelen a dolgát végezni, nem kénytelen, bocsánat, esküdtet rá, végzi a dolgát, de ő belőle is egy van. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel a problémával komolyan kell foglalkozni, mert a fiataljaink azt mondják, hogy ha nem tudunk hol lakni, ha nem tudunk hol tisztességes jövedelemhez jutni, és még a gyermekemet sem látják el, akkor el fog ebből a városból menni. Akkor kinek építünk sportcsarnokot, kinek építünk új sportlétesítményt, kinek építjük a főterünket. Nyilván nem az én korosztályomnak, mert nem. A gyerekeinknek, a jövőnknek építenénk az egész várost. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azért persze vannak fontosság is sorrendek. De ezeket évek óta szőnyeg alá söpörjük. Én úgy gondolom, hogy ezeket nem lehetne, sőt, kiemelt eszközként kellene kezelni. Látom a béremelési lehetőségeket. Igen, nagyjából 17%-ról beszélünk. Megtartó erő? Nem vagyok benne biztos. Egyetlen megtartó ereje van az, hogy a városban nincs igazi piaci munkahely. Lehet menni el dolgozni 300 ezer forintért monorra. Föl kell kelni reggel 7 órakor, felszállni a buszra, elautózni monorra, és visszajönni este 10 órára. Le lehet feküdni, meg családdal foglalkozni. Meg kell próbálni. Tehát ezek nem lehetnek jövőkép ebbe a városba. Igenis, tegyük oda, vagy amennyit csak lehet, próbáljuk meg, hogy igenis helyben teremtsünk olyan jövedelmi lehetőségeket az ittenieknek, a karcagiaknak hangsúlyozottan, hogy ne kelljen nekik elmenni a Budapestre, ne kelljen elmenni a Dunántúlra, vagy akár napi ingázással monorig menni. Én úgy gondolom, hogy a költségvetéssel alapvetően sem számszakilag, sem egyéb téren nincs gond, ezt elismerem, nem is vitatkozok rajta, és ahogy az elején elmondtam, jó munkát végzett a csapat. De igenis a koncepciójával nem tudunk egyetérteni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr, felvetéseit. Én azt gondolom, hogy azért tartalmazott rendesen csúsztatást. Tehát a 25 ezer fő, azt, ha jól emlékszem, akkor Berekfürdővel együtt volt, amely azért nem kis része annak, amikor kevesebb lett a Karcagváros lakossága. És nyilván ön látott statisztikai adatokat gondolom, hogy folyamatosan nézi,
Nyilván az is feltűnt önnek, hogy az elmúlt másfél évben nőtt a város lakossága. Tehát én azt gondolom, hogy az a tendencia, amiről ön itt körülbelül 15 percig beszélt, egy ilyen kampányító megbeszél vagy előadáson, az utóbbi másfél évre nem igaz. Az, hogy jó munkát végzett a polgármesteri hivatal csapata és az intézmények dolgozói, az intézmények vezetői, ebben nem vitatkozom önnel. Szerintem is jó munkát végzett, és nagyon is köszönöm nekik ezt a munkát, hogy így összerakták. Azt, hogy biztosítékokat nem tartalmaz ön szerint, én szerintem igen, és hogyha jár a városba, ezek szerint nyilván nem jár annyit, amennyit más jár, akkor látja azokat a beruházásokat, azokat a munkahelyteremtő beruházásokat, amelyek pontosan azt a célt szolgálják, hogy helyben tudjanak maradni azok, akik helyben szeretnének dolgozni, és ehhez a magyar kormány nem kevés támogatást nyújt. Én javaslom, hogy járja körbe a várost egyszer ilyen szemmel is, és akkor látni fogja, hogy bizony vannak munkahelyteremtő beruházások. Ha elolvasta a testületi anyagot, akkor láthatta az előző testületi anyagokat, akkor láthatta azt, hogy maga a képviselő testület is döntött olyan ipari területek átalakításáról, ipari övezetek kialakításáról, és ha jól emlékszem, még talán meg is szavazta képviselő úr, tehát biztosan tudja, hogy ilyen beruházások folyamatban vannak, és ezek a beruházások kormány támogatással valósulnak meg. Az, hogy a fiatalok helyben maradását mennyire segíti önkormányzatunk, én azt gondolom, hogy az is látszik, hiszen ha tényleg nyitott szemmel jár a városba, akkor látja, hogy a bölcsödei férőhelyek száma növekedni fog. Talán a múltkori testületi ülésen döntöttünk, ha jól emlékszem, egy új bölcsöde építéséről, az óvodai felújításokról döntöttünk, tehát én azt gondolom, hogy azok mellett a családtámogatások mellett, amelyeket nyilván a karcagi fiatalok is igénybe tudnak venni, igen, a Karcagvárosi Önkormányzata is próbálja támogatni lehetőségeihez képest, és ez ebben a költségvetésben szerepel, és benne van. Orvosi ügyelet valóban egyetértünk ebben is, hiszen biztos, hogy szükséges, ezért is építettük be ebbe a költségvetésbe ezeket a lehetőségeket, ezeket a költségeket, akár lakást tudunk ajánlani, hogyha ide jönnek a fiatalok. Én örömmel mondom képviselő úrnak, hogy van már érdeklődő, van már jelentkező, úgyhogy folyamatosan próbáljuk ezt a lehetőséget is biztosítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a költségvetésünk valóban jó. Valóban az utóbbi évek legnagyobb számszerű költségvetése, amely tartalmazza azokat a fejlesztéseket, amely ellentétesen az ön által elmondottakkal mind-mind szolgálja, hogy a fiatalok helyben tudjanak maradni, hogy a város lakossága jól érezze magát, hogy azok a beruházások, amelyek megvalósulnak, munkahelyeket hozzanak létre, szórakozási, sportolási lehetőséget biztosítsanak a fiataloknak természetesen elsősorban, hiszen nagy részt ezeket a sportolási lehetőséget iskolások, középiskolások fogják igénybe venni, de olyan lehetőségek is lesznek, amely természetesen a közép- és idősebb korosztályoknak is lehetőséget biztosítanak. És ezek a turisztikai fejlesztések, hiszen azért mondhatjuk azt is, hogy ezek a sportberuházások nem csak a sport, hanem a turizmus terén is lehetőségeket fognak biztosítani, hiszen van a költségvetésben olyan pályázat, ami további turisztikai célokat is szolgál, ez mind-mind azt fogja szolgálni, hogy további bevételeink, gazdasági bevételeink, további erősödő lehetőségeink legyenek. Úgyhogy a két pontban egyetértünk, az összes többiben én azt gondolom, képviselő úr egy kicsit csúsztatott és megpróbálta félrevezetni a jelenlévőket, illetve a televízió nézőket. További kérdés, hozzászólás, Molnár Pál képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Már az előző évi költségvetésnél érezhető volt, egy picit visszakanyarodnék az elmúlt évre, hogy egy nagyon fiskális szemléletű, de a fiskális szemlélet mellett a fejlesztéseket és talán még a béreket is szem előtt tartó költségvetést tudott a képviselőtestület összerakni polgármester úr vezetésével. Én 2000 óta vagyok képviselő, a 22. költségvetés lesz, amelyet elfogadok, de mondhatom azt, hogy a tavalyi költségvetés volt az egyik legjobb költségvetés, és hogyha ezt végre tudjuk, ezt a mostani költségvetést elfogadjuk, és ezt végre tudjuk hajtani, ha végre tudjuk hajtani ezt a költségvetést,
abban az esetben hasonlókat fogok tudni majd elmondani egy év múlva. Én aminek nagyon örülök, és ha valaki egy picit is belolvas, vagy hall valamit erről a költségvetésről, azt láthatja, hogy rengeteg fejlesztést tartalmaz. És én bevallom őszintén örülök most már azoknak a fejlesztéseknek, amelyek kézzelfoghatók számomra is, mert azért az idő telik, nem fiatalodik senki. És én bevallom polgármesternek, meg a képviselőtestületnek is, hogy azokat a fejlesztéseket szeretném még én is használni, szeretném még azt a labdarúgó pályára kimenni, megnézni a karcagi eredményeket, szeretném abba a sportcsarnokba elvinni a gyerekeimet, hogy hadd játszanak meg, jó magam is szeretnék még ebben játszani, bízom benne, hogy elég sokan vagyunk még a korosztályomból, akik hasonlóképpen gondolkoznak. Ez mindenképpen egy nagyon-nagyon pozitív. A munkahelyekkel kapcsolatosan én azt mondom, hogy az csukott szemmel jár, aki nem látja, hogy itt rengeteg munkahely van. Aki nem akar munkát találni, természetesen az nem fog találni, de aki egy picit is akar, az természetesen talál. Reggelente látom, hogy a környező településekről, még Dunántúlról is nagyon sok szakmunkás ide jár, a különböző fejlesztéseket itt tudják végrehajtani. A múltkor Bonyhádiakkal találkoztam, velük beszélgettem, és mondták, hogy Bonyhádon most nincs pont olyan fejlesztés. Itt Karcó nem akarom nevén nevezni azt a fejlesztést, amelyet a napokban hajtanak végre a telepuca környékén. Itt van munka, ide jönnek dolgozni. A testvérvárosi kapcsolatok során is Franciaországban is elmondták az ottani városvezetők, hogy sajnos az ember szeret a szűkebb pártjájába, a szűkebb szülőföldje környékén munkát vállalni. A Franciaországban is hasonló problémák vannak, hogy nem szeretnek 100-200 kilométerrel arrébb költözni, vagy esetleg utazni, pedig autópályán ma már 100 kilométer akár meg is lehető. Tehát ez nem csak magyar, nem csak karcagi, hanem egy európai probléma. Tudomásunk kell vennünk, hogy az élet ilyen, néha munkáért utazni kell. Én úgy érzem, hogy ha 10 évre vagy 15 évre visszavonunk, vagy esetleg a rendszerváltás időszakára, akkor láthatjuk, hogy ezen a téren munkavállás szempontjából, munkahely kínálat szempontjából sokkal, de sokkal jobb a helyzet. Egyik ismerősöm egy dunántúli településen lakik, a Dunántúlról pedig ott azt mondják, nagyon jó fizetések vannak, és valóban nagyon jó fizetések vannak, onnan meg átjárnak Ausztriába dolgozni, mert ott jobban fizetnek, akkor ott is ugye ezt mondják el, hogy helyben nem tudnak. Én munkáltatóként, intézményvezetőként saját tapasztalatból lehet tudom mondani, hogy ha nyugdíjba megy valaki, ha megüresedik egy állás, esetleg munkahelyváltás miatt nagyon-nagyon nehéz munkaerőt találni, akár a szakmunkástól, akár a betanított munkásig, a irodai dolgozón keresztül mindenhol én inkább munkaerő hiányt látok, nem munkahely hiányt. Én, ahogy mondanomban kezdtem és gratuláltam az előző évi költséget, és egy picit talán megberegethetjük a saját magunk vállát is, mert mi is részese voltunk ennek a költségvetésnek. Visszakanyarod azonban a 2022 évi költségvetéshez, amelynek elfogadása előttünk áll. Én nyugodt szívvel tudom mindenkinek ajánlani, és talán mondhatom azt, hogy büszke is vagyok rá, hogy sok év munkája gyümölcseként a város egyre jobb költségvetéseket tud elfogadni, egyre nagyobb fejlesztésekkel, és ami nagyon-nagyon lényeges, hogy valamilyen szinten a béreket is tudjuk rendezni. Bízom benne ehhez, hogy kapunk majd kormányzati támogatást is. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! További kérdés, hozzászólás? Nagy Nélászló Erzsébet képviselő lesz. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Nem gondoltam, hogy hozzászólok ez a napirendhez, hiszen az előttem szólók már nagyon sok mindent elmondtak, de éppen az előttem szólók közül András András képviselőtársamnak a hozzászólása inspirálta arra, hogy némi reflektációt tegyek ehhez a napirendi ponthoz. Talán ott kezdeném, ahol ő kezdte, hogy a Tiszán innen nincs talán még egy város. Én szerintem jó pár város van Tiszán innen, aki ilyen ekkora költségvetéssel rendelkezik. Mi nekünk külön szerencsénk, hogy az idei évben valóban egy jelentősebb főösszegű költségvetéssel, csak Debrecent említem Tiszán innen.
vagy Hajdúszoboszlót is, igen, itt most Kanászai képviselőtársam szól. Tehát, hogyha nem megyei jogú városról beszélünk, vagy megyeszékhelyről. De ez volna a kisebbik gondom a felszólalása. A nagyobbik az az, hogy olyan kijelentéseket tett képviselőtársam, ami egyértelműen is polgármester úr is elmondta, negatív színben tünteti fel az önkormányzatot és a költségvetést, és valótlan dolgokat tartalmaz, vagy csak fél információt tartalmaz. A költségvetésben az önkormányzat sok mindent megtesz. Én nem nevettem ki önt, amikor beszélt, hanem nagyon figyeltem. Amikor a költségvetésről, az előkészítéséről volt egy pénzügybizottsági ülésünk, akkor ott egyébként képviselőtársam is elmondta, hogy nagyon örül neki, hogy ilyen jó anyagot tett le a hivatal az asztalra. Nyilván a hivatal a polgármester úr irányítása mellett tudta letenni az asztalra ezt az előterjesztést. Mivel, hogy polgármester úr az előterjesztője, én úgy gondolom, hogy akkor ezt dicsérte képviselőtársam a pénzügybizottság tegnapi ülésén. Az anyagban egyébként a itt dolgozók, illetve a fiatalok itt tartásával kapcsolatban én azt hiszem, hogy nem kell már csak a hatos számú mellékletét megnézni a rendelet tervezetnek. Nagyon sok olyan, akár évek óta, de az idei évben is kiemelten, tartalmaz olyan támogatást, ami kizárólag önkormányzati támogatás, és itt nem a kormányzati támogatásra gondolok, legyen az babacsomag vagy orvosi ösztöndíj program, amelyek önként vállalt feladatok, nem tartoz, nem kapcsolódik hozzá normatív vagy bármilyen állami támogatás. Nyilván a egészségügyi alapellátási feladat is az a feladata a karcagi önkormányzatnak, egészen 2002. május óta, amikor is önállóan vállalta, hogy ez az ő feladata lesz, átadhatta volna az államnak, de vállalta, hogy az egészségügyi alapellátás feladatokat ellátja az önkormányzat ennek a mindenféle fajta ódiumával, pozitívumával, negatívumával egyaránt. Ennek próbál eleget tenni. Azt szeretném hangsúlyozni képviselőtársamnak, hogy biztos tudja, hogy az alapellátás, mint önkormányzati önként vállalt feladat, keretében az ügyeleti ellátásban gyermekügyelet nincsen. Tehát nagyon sajnálom, hogy pontosan a gyermek betegellátásra hivatkozott a sürgősségi betegellátás keretében, és hogy ott 6 óra hosszát vár a szülő a gyermekkel, mert hogy csak egy orvos van, vagy nincs orvos. Nincs orvos, ezt nem tudom mondani, mert mindig van gyermekügyeletes orvos. Tény és való, hogy egy orvos van, hiszen egy gyermekosztályunk van. És az is tény, hogy a Kátai Gábor kórházban elsődlegesen sürgősségi betegellátó ambulancia működik, ami azt jelenti, hogy ambulánsan kell oda érkező betegeket, legyen ez gyermek, legyen ez felnőtt, elsődlegesen így kell ellátni. Tehát a 6 óra hossza várakozás az nem a váratérben történő ültetésben zajlik, vagy így történik, hanem a triáspultnál felveszik a panaszokat, és ezt követően a kivizsgálása a betegnek megkezdődik. Tehát a laborvizsgálat és esetleges röntgenvizsgálat, ha szükséges, akkor azok zajlanak, amíg konziliáris jelleggel a szakorvos az osztályról le nem érkezik. Én csak ezekre szerettem volna felhívni a figyelmet. Az önkormányzat támogatja azt, hogy a fiatalok jöjjenek és maradjanak itt, sőt, ha gimnáziumból elmennek, nem véletlen, hogy a Hungarika ösztöndíjhoz is csatlakozik minden évben az önkormányzat. Nagyon sok minden sort ki lehetne emelni több 10-100 millióval ebből a költségvetésből, ami nem feltétlenül a fejlesztésekhez, felújításokhoz kapcsolódik, és emeli föl 15 milliárdra ezt a költségvetést. Hangsúlyozom, az külön szerencsénk, ilyen kormányzati támogatással, ilyen beruházásokra nyílik lehetőségünk, és nyilván a jó gazda gondosságával fogja ezeket végezni az önkormányzat. Az is látszik ebből a költségvetésből, hiszen amennyiben előfinanszírozásban részesül a képviselőtestet, akkor előzetesen tervezi, hogy azt az összeget, amíg a közbeszerzési eljárások le nem zajlanak, a tervezés, kivitelezés nem kerül olyan fázisba, hogy felhasználásra kerüljön, addig magyar
állampapírba helyezi ezt az összeget, és az ebből származó megtakarítás nem feléli, hanem ugyanarra a beruházásra fordítja, ami végső soron a vagyonának a gyarapodásához vezet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Képviselő úr. Köszönöm szépen, a polgármester úr. Referálnék néhány reakcióra. Elsősorban polgármester úr azt mondta, hogy csúsztatok. Szóval csökkent a város lakossága, vagy nem? 20 ezer alatt van, vagy nem? Úgy gondolom, hogy rengeteg munkahely van a városban, ez el is hangzott. Üdvözlöm a televízió nézőket, hallották önök, és nagyon sok munkahely van. Nem kell elmenni Németországba dolgozni, nem kell elmenni Budapestre dolgozni, nem kell elmenni sehova se. Itt Karcagon tessék megkeresni az urakat, és fognak önöknek munkát biztosítani tisztességes fizetéssel, amiből tisztességesen meg tudnak majd élni. Így van? Kérdezem képviselőtársamat, önnél ott, most, jelen pillanatban, nem közmunkáról beszélek, hány munkahely van? Igen. Négy. Hölgyeim és uraim, lehet négy munkahelyre jelentkezni. Valószínűleg olyan 1000 euró körüli fizetést fognak kapni. Köszönöm szépen a figyelmet. Tehát, ha már csúsztatásról beszélünk, ne nézzük egymást. Tehát annyi tiszteletet adjunk meg egymásnak. Pontosan tudják önök is, hogy igenis ezzel a probléma van. Nem kevés probléma van. Ne söpörjük a szőnyeg alá, mert azzal nem oldottuk meg. Ez pont ugyanolyan, mint ahogy évek hosszú során a szennyvíz kérdést és a csatornarendszer. Mindig halogattuk, mindig csak tóltuk, fóltuk, mindig egy kicsit, majd a gördülőterv, majd így, majd úgy. Mi lett az eredménye? A TRV-vel sikeres együttműködés során éppen, hogy szinten tudjuk tartani. Ha nem következik be az elkövetkezendő 5 évbe egy teljes rekonstrukciója a szennyvízállót, és ezt önök is tudják, le lehet tagadni, lehet azt mondani, hogy csúsztatok. De ha ez nem következik be, akkor itt komoly bajok lesznek, és ez ugyanígy a nagy nyomású vízrendszerünkre is. Van, ahol 60 éves, vagy még annál is idősebb. Nem történtek meg. Értem én, hogy ezt a város nem tudja megfinanszírozni, mert nem tudja az adott lehetőségek. Én sok mindent értek. De, és akkor itt a nagy de. Viszont lehet olyan központi pályázatokat is elérni, vagy jó lenne, ha kiírna akkor a kormány, olyan központi pályázatokat, amelyek ezekre a területekre érvényes, és ez nem csak Karcagra igaz, a környező településekre is igaz. Tessék mondani, hogy csúsztatok, de inkább hagyjuk. A másik, hogy én nem járok a városba. Tessék van autóba ülni, aztán elmenni a postától a piacig. Ja? Értem, persze. Tehát hagyjuk azt, az útjaink, a járdáink, a közutak is, ami a közútkezelőhöz tartozik, azok is nagyon rossz állapotban vannak. Nem beszélve arról, hogy ha szerencsénk van és megindul az autópálya építés nagyjából 24 körül, tehát azért még addig van egy kis időnk, 24 körül, mire az majd még meg is valósul. Szerencsésen ezek a járművek széttapossák a Deák körútat is, meg a többit is. Mert hogy máshol nem fognak tudni eljárni. De ezt most egyenlőre hagyjuk per pillanat, majd megoldja a körút. De nekünk itt kell élni, és a karcagiaknak itt kell ebbe a városba élni ilyen körülmények között. Tehát én nem azt mondom, hogy azzal van probléma, hogy építünk egy sport, örülünk neki, persze, nagyszerű, remek, hogy van sportcsarnok, remek, hogy lesz sámándobb a városba, hogy ne, 4,5 milliárdért. Kérem tisztelettel, 4,5 milliárdért. Így süllyedjek el, hogyha 300 lakást nem építek 4,5 milliárd forintból. A 21. század legmagasabb szintjén. Tehát maradjunk ennyibe. Tehát sok olyan kérdés van, aminek örülünk, persze, nagyszerű, hogy ne. De számtalan olyan kérdés van, ami ennél jóval sürgősebb, jóval fontosabb. Ha csak nem kell nagyon messzire menni, itt épületen belül, a munkabérek mennyivel emelkednek? Meg lehet nézni a számomból. Mekkora annak a megtartó? Persze van megtartó ereje, mert nem tud hova máshova elmenni dolgozni. Itt a családja, lehet, hogy a férje oda dolgozik valahol a világ másik végén. Ki lesz a gyerekkel itthon? Nyilván örül annak a 116 ezer forintos nettó minimálbérnek. Persze, hogy örül. Tehát értem én, tehát a biztosat nem engedi el az ember, mert ez van.
De ez a jövőre nézve nem lehet tartható. Én nagyon örülök annak, hogy 15 milliárdos költségvetésünk, ott egyébként elhangzott egy csendes dolog, hogy nem figyelt képviselőtársunk. Én mondtam, hogy a megye, tehát Szolnok megye, Tisza ezen az oldalán. Igen, tessék figyelni. Tehát én úgy gondolom, hogy nem figyelt, tessék figyelni. Nem baj, majd akkor vissza lehet hallgatni. Tehát, de teljesen mindegy alapvetően. Sem a 4-es választókeret, sem a 3-as választókeretben maradjunk annyiba, hogy nincs még egy olyan város, amelyik ekkora pénzből gazdálkodhat. Nyugodtan meg lehet kérdezni, Kisújszállás, Törökszent Miklóst, Mezőtúrta, tehát a nagyobb városokat, nincs ennyi pénz. Nagyon örülünk neki, még egyszer hangsúlyoztam, mindennek örülünk. De vannak fontossági sorrendek, és vannak, amik nem, úgy fogalmazok, hogy felülírnak bizonyos elképzeléseket. És ezt önöknek lenne a feladata eljuttatni oda, ahol esetleg értő fülekre talál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselő azt mondta, hogy reflektálni fog, aztán előjött még nem tudom én hány témával, tehát próbáljuk meg a szervezeti és működési szabályzatnak is megfelelni, hogyha időkeretek vannak, akkor kérem, hogy képviselő urat betartani. Létszám kérdésben nem fogok önnel vitatkozni, nyilván statisztikailag, hogy valami nő vagy csökken, azt az utolsó adatok határozzák meg, szerintem nő, ha ő másképp látja, akkor lelke rajta. Járunk kocsival, igen, a városba, és hogyha ő nem olvasta a mai képviselő testületi anyagot, akkor fogja látni azt, hogy pontosan azokat az utakat szeretnénk felújítani. Tehát nyilván akkor megelőzte ezt a dolgot, akkor nem mondom azt, hogy csúsztat, akkor azt mondom, hogy nem olvasta az anyagot, hiszen benne van a Széchenyi Sogár út és a piacra vezető útnak a felújítása, mint hogy a Vasút utcának is benne van a felújítása. Erre fogunk pályázni. Tehát, hogy ki jár a városba és ki mit lát, akkor ebben megint nem vitatkoznak. A Szentvíz kérdése az teljesen igazam a képviselő úrnak, de ha jól emlékszem, akkor decemberben döntöttünk elég sok Szentvíz érintő kérdésről, és akkor most is azt mondom, hogy nem csúsztat, nyilván nem olvasta el ezt az anyagot, és nem tudja, hogy mikor tette fel a kezét. Ugye pályáztunk a szennyvízhálózat javítására, a tervezésre megkaptuk a feladatokat, a forrást, ezek a feladatok el lettek végezve. Ennek a forrásnak az igénylése folyamatban van. Pontosan tudjuk azt, hogy mit kell felújítani, hogy mennyibe fog kerülni, és hogy milyen forrás szükséges ehhez. Ön is döntött erről, ott volt, ha jól emlékszem, a jelenléti év alapján, akkor ezek szerint nem tudja, hogy mit szavazott. Tehát én azt gondolom, hogy akkor nem csúsztat képviselőről, akkor nem fogom használni ezt a szót, akkor megpróbálja egy kicsit olyan irányba terelni a véleményeket, amelyek önnek megfelelő. Én azt gondolom, hogy egy képviselő testületi ülésen egy megválasztott képviselőnek, legalábbis nekünk az a feladatunk, hogy azokat elvégezzük, amelyek a város lakosságának az érdekeit szolgálják. Az, hogy önök delegált képviselők mit mondanak, mit próbálnak félrevezetni, azzal lehet vitatkozni, lehet társalogni, de én azt gondolom, hogy maguk a tények, amelyeket ez a költségvetés tartalmaz, és akkor összeírtam, hogy mi mindent, amit elmondott képviselő asszony, és ezen kívül még nagyon-nagyon sok mindent, ami a város érdekét, a város lakosságát, az ideérkezőket, az itt élőket, az itt munkát vállalókat, a fiatalokat, az időseket szolgálja, az mind benne van ebben a költségvetésben számszakilag. Az, hogy ez most 15 milliárd, ez köszönhető annak, hogy fejlesztéseket kapunk, amelyek fejlesztések továbbra is azokat szolgálják, akik itt élnek és ide fognak költözni. Én bízom abban, hogy az emelkedő létszámadatokból talán ez is várható, vagy ezt is mutatja. Tehát ezek a fejlesztések a karcagiak érdekét szolgálják. Az, hogy ez milyen forrást és mekkora összeget tartalmaz, örüljünk neki, hogy ekkora forrásokat tudunk mozgósítani, ekkora forrásokat tudunk a városba hozni, hiszen ezek akár 3, akár 4 milliárd, akár többe kerülnek, ezek munkahelyeket teremtenek, lehetőségeket biztosítanak, és az itt élők életkörülményeit, szórakozási lehetőségeit, munkahelyeit, hiszen a munkahelyteremtésekhez is nem kevés állami forrás jön, ha a magánszférát nézzük, akkor is. Ez mind-mind az itt élők, munkavállalók érdekeit szolgálja. Tehát képviselő úr elmondhatja még nagyon sokszor azt, hogy látja, belenézhet a tévékamerába, és ilyen populáris felszólalásai lehetnek. Én azt kérem, hogy maradjunk a tényeknél, azoknál a tényeknél, amelyeket ez a költségvetés tartalmaz. Igen, nagy összeg, de minden egyes forint a karcagiak érdekét, azoknak a
lehetőségeit biztosítja, akik megbíztak bennünket azzal, hogy az ő érdekeit képviseljük. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás van. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Igen. Nem. 8 igen és 3 nem szavazat mellett elfogadásra került a költségvetésünk. A szívem szerint felsorolnám, hogy mire mondtak nemet, képviselő úrék. Szívem szerint felsorolnám. Az intézményi működések, KFT, orvosi ösztöndíj, települési támogatások, aztán majd érdekes lesz, amikor majd ezek a évközben majd megszavazásra kerülnek, mert ezek mind tartalmazzák a költségvetést, amire önök most nemet mondtak. Tisztelt képviselőtestület, szünetet rendelek el. Tisztelt képviselőtestület, folytatjuk ülésünket. A napirend szerint haladunk tovább. Harmadik napirendi pontunk javaslat a karcagi település rendezési terv részeit képező karcagi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001-es rendelet módosítására. Karcagváros települési rendezési eszközeinek 2021. évi második módosítása van folyamatban. A módosítás célja olyan új szabályozási tárgyi területen, amely a szabadon álló beépítés mellett is lehetővé teszi az oldalhatárokig kiterjedő beépítést, a telepítési tanulmányban foglalt beépítési tervnek megfelelően. Ennek érdekében új építési övezet került kialakításra. A partnerségi egyeztetéseket a képviselőtestület elindította, ezek lezárultak. A települési rendezési eszközök módosításához szükséges egyeztetési eljárások lezajlatta után az állami főépítész által javasolt észrevételek a tervekbe átvezetésre kerültek. Ezt tartalmazza az előterjesztés, illetve a határozat. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. De mellékletben szerepelnek az összes visszajelzések a különböző hivataloktól, állami intézményektől. Én azt gondolom, hogy a határozatnak megfelelően járunk el. Ha nincs további kérdés, hozzászólás, elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem jelezze igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Negyedik napirendi pontunk beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A képviselőtestület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságokra, illetve a jegyzőre ruházhatja át. A képviselőtestület által átruházott hatáskörben végzett tevékenységükről a jogosítottak évente kötelesek beszámolni a képviselőtestületi ülésen. Ugye Magyarország kormánya 2021. június 15. napjáig veszélyhelyzetet hirdetett. A veszélyhelyzet ideje alatt, tehát 2021. június 15-ig, képviselő úrnak mondom, mert nem találta ezt a dátumot. A veszélyhelyzet ideje alatt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően sem a képviselőtestület, sem a bizottság nem üléseztek. Ezek összehívására nem volt lehetőség. A képviselőtestület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolta. A képviselőtestületnek a veszélyhelyzetben nem volt döntési jogköre. Tehát 2021. június 15-től a polgármester nem gyakorolhatta a veszélyhelyzet végeztével feladat és hatáskörét. Az mind a képviselőtestület, mind annak bizottságaira tartozott. Ugye erről a beszámoló az átruházott hatáskörük gyakorlásáról, mind a polgármester, mind pedig a különböző bizottságok beszámolóját tartalmazza az előterjesztés. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki elfogadja, jelezze igen, nem, tartózkodás egyhangulag került elfogadásra. Ötödik napirendi pont beszámoló a karcagi polgármesteri hivatal 2021. évi tevékenységéről. A napirendi pont előadója Rózsa Sándor jegyző úr. Én úgy gondolom, hogy minden fontos információt nagyon részletesen tartalmaz az anyag. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatban.
Pánti Ildikó képviselőasszony. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők, televíziónézők! Valóban egy tartalmas, áttekinthető, könnyen áttekinthető anyagot kaptunk. Ez egy olyan szervezeti egység minden településen, nem csak itt, amely a település lakosságával folyamatosan kapcsolatot tart, hiszen a hivatal az, amelyik a lakosság részére, ügyes-bajos dolgainak intézésére, ami a hatáskörébe, jogkörébe tartozik, ugye intézi, feladatot megoldja, segítségükre lesz. És nagyon fontos, hogy egy jól működő, szakképzett emberekből álló csapat legyen, megfelelő kommunikációval és megfelelő kapcsolatépítő képességgel. És ez nagyon fontos, nem csak az állampolgárok számára, hanem nekünk, képviselőknek is, különösen az egyéni választókerület képviselőinek, hiszen rengeteg dologgal, üggyel, bajjal érkezünk, és kérjük a segítségüket. És örömmel mondom azt, hogy mindenkor megkaphatjuk, akár jegyzőtől, akár hivatalvezetőktől, vagy éppen a hivatal többi munkatársától. És az is nagyon fontos, hogy a mindenkori vezetés megfelelően, kölcsönösen feltételeket biztosítsa ezeknek a kedves munkatársaknak a részére. Az anyagiakat illetően is, de nem is erre gondolok, hanem a körülmények megfelelő biztosításával. Teszem is most azáltal, és merészelem is, hiszen tegnap voltunk, ahogy elhangzott, a járási hivatal új székhelyének az átadásán. Láthattuk a csodát, láthattuk a mindennapi munkafolyamatban a lehetőségeket, amellyel egy felújított hivatal rendelkezik, és egy felújított hivatal végezheti a munkáját. Öröm, mert hiszen ők is a lakosságért és értünk vannak, azokkal a feladatokkal, amelyet megkaptak. Én bízom benne, és ezért is kértem szót, miután a hivatal átköltözött, hogy egy kicsit a hely szellősebbé vált, hogy esetleg a lehetőségek jobban adódnak, de ezt majd polgármester úr, alpolgármester úr, jegyző úr fogja tudni, hogy hogyan tegye ennek a kedves segítőcsapatnak még összkomfortosabbá, még elfogadhatóbbá a mindennapi munkájához a feltételeket. Köszönöm. Elfogadással ajánlom a magam részéről. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Nagy Nyilászló Erzsébet képviselőasszony. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Csatlakozva képviselőasszony előbbi hozzászólásához, én szeretném kiemelni a hivatalnak azt a tevékenységét, amivel a képviselőtestület és annak bizottságainak munkáját segítik, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeként külön szeretném megköszönni Bukács Anna Mária iroda vezetőasszonynak azt a sok-sok munkát, azokat a pontos előterjesztéseket, amiket a bizottság munkáját segítve kapunk az irodától, de ugyanígy úgy gondolom megköszönhetjük a hivatal minden egyes szervezeti egységének, egységvezetőjének és az ott dolgozóknak, hogy olyan anyagokat kapunk, amikkel gyorsan, sütemesen haladó bizottsági, tervezhető bizottsági üléseket tudunk levezényelni, és külön köszönöm a szervezési csoport munkáját is, mert őtőlük is mindig időben megkapjuk az anyagokat, illetve nehogy Isten bármilyen módosítás van, tehát akkor ezeket is időben megkapjuk és áttekinthetjük. Úgyhogy gratulálok a hivatal tevékenységéhez, és a további munkához nagyon jó egészséget kívánok mindannyiuknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor én is
csatlakozom az előttem szólókhoz, és nagyon szépen köszönöm a polgármesteri hivatal valamennyi munkatársának azt a kitartást, amelyet az előző időszakban mutatott, hiszen nem kevés feladat mellett végezték a mindennapi munkájukat, bizony a Covid-helyzet ezt csak rontotta, és ebben a veszélyhelyzetben sokkal fokozottabban és sokkal jobban odafigyelve kellett végezni az elmúlt időszakban a munkát, és ehhez nyilván hozzátartozik, hogy egy olyan időszakban, amikor az előző napirendi pontban, vagy ezt megelőző napirendi pontban tárgyaltuk, hogy micsoda fejlesztések, fejlesztési lehetőségek kerülnek a városba, ezeknek az előkészítését, a pályázati dokumentációját, mindazt azt a munkát, amely azzal járt, hogy ma már ott tartunk, hogy alapkő letételek kezdődnek, és a város szépen fejlődik, ezeknek az előkészítő munkáját is a hivatal elvégezte. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm jegyző úrnak, aljegyzőasszonynak, irodavezetőknek és valamennyi munkatársnak azt a munkáját, amelyet ebben az időszakban végzett. Én bízom abban, hogy ugyanilyen töretlenül és óriási lendülettel fogjuk a továbbiakban is végezni. És hogy picit visszatérhetek még a költségvetési rendeletre, és egyben választ is adhatok egy kérdésre, akkor igen, felül fogjuk vizsgálni a polgármesteri hivatalban dolgozó kollégáknak a béremelési lehetőségét, és ahogyan azt a költségvetési rendelet is egyébként, gondolom képviselő úr is megtalálta ezt a sort, március 15-ig javaslatot teszünk ennek a béremelésnek a lehetőségére, úgyhogy mindenképpen napirenden van ez a kérdés is. Természetesen szeretnénk orvosolni az önkormányzati lehetőséget maximális figyelembevételével. Úgyhogy én köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a munkáját. Én kívánom azt, hogy ugyanilyen erőben, egészségben, munkába vetett hitük megtartásával végezzék továbbra is ezt a munkát, amelyet Karcagváros lakossága érdekében végeznek. Köszönöm szépen. Elfogadásra javaslom mindenkinek ezt a napirendet. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egy hangulat került elfogadásra. Ötödik napirendi pontunk, egy kellemes és számomra betarthatatlan napirend, a Szepesi Tibor főállású polgármester szabadságolási tervére. Bizonyára emlékszik a képviselőtestület, jelenlévők és talán televízió nézők is, hogy ez a napirend szokott mindig előtérbe kerülni, hogy sikerült betartanunk a szabadságolási tervet, de hát nyilván egy polgármester szabadsága az nagyon sok mindentől függ, a város életétől, a kialakult helyzettől, de talán még néha az időjárási körülményektől is, úgyhogy jogszabály írja elő, nyilván egy szabadságolási ütemterv elkészült, majd igyekszem betartani, és nem azt mondani mindig, hogy nem tudtam betartani a szabadságolási tervet. Én kérem, hogyha lehet, akkor ezt fogadjuk el, aztán majd legfeljebb módosítjuk menet közben. Kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki elfogadja, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. 13. napirendi pontunk, javaslat a Jászlikon Szolnok megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására. Magyarország köztársasági elnöke az országgyűlési képviselők 2022. évi választását 2022. április 3. napjára tűzte ki. Választási bizottság választott és megbízott tagokból áll. Az országgyűlési egyéni választók kerületi választóbizottság 3 tagját és legalább 2 póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő testülete választja meg, személyükre az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tesz indítványt. A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, a képviselő testület 1 szavazással dönt. A bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. Tisztelt képviselőtestület, javaslom a Jászlikon Szolnok megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületi választóbizottság tagjának és póttagjának megválasztására az alábbi javaslatot teszem.
Tagok: dr. Zsembeli József, Karcag, Zöldfa utca 26 per A. Dr. Karádi László Péter, Karcag, Táncsics Mihály körút 38. Dr. Mihály László, Karcag, Táncsics körút 22. Póttagok: Pintér Lászlóné, Karcag, Szivárvány út 11. és Sipos Ferencné, Karcag, Kisújszállási út 10. Tisztelt képviselőtestület, kérem a képviselőtestületet, hogy a javaslatban szereplő határozatot hozzuk meg. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. 14. napirendi pontunk, javaslat a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz való csatlakozáshoz. 2012 évben Karcagról indult a már nemzetközivé vált a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertje program. A program ötletgazdája, programigazgatója Sári Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, aki 2022 évre is csatlakozásra hívta a településeket, civil szervezeteket, magánszemélyeket, köztük önkormányzatunkat is. A csatlakozással az önkormányzat vállalja, hogy a programban megfogalmazott célkitűzéseket támogatja, a megjelölt kategóriákkal, elvárásokkal, bírálati szempontokkal egyetért. Én azt gondolom, hogy ahogy az előző években is egy Karcagról indult kezdeményezéshez mindenképpen csatlakoznunk. Kötelességünk, hogy ezt mondjam. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás. Molnár Pál képviselő úr. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A szakbizottság, mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság is egyhangulat támogatta, és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is elfogadásra javaslom, ha nincs további kérdés, hozzászólás, akkor szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. Jó munkát kívánok a polgármester asszonynak erre az évre is ebben a programban. 15. napirendi pontunk, javaslat Karcagváros állatorvosi ügyeletének megszervezéséről szóló 305/2019-es önkormányzati határozat módosítására. Karcagváros önkormányzat tulajdonát, az elmúlt esztendők igazolják az állatorvosi ügyelet működésének létjogosultságát, ezért szükséges annak mindenképpen további támogatása, mivel egy városnak nem csak az a feladata, hogy a törvényben meghatározott alapfeladatokat biztosítsa a lakossága részére, hanem az is, hogy az igényekhez igazodva a folyamatos fejlődés szem előtt tartva plusz új szolgáltatásokat is tudjon nyújtani, mint ahogy a költségvetésnél erről vitáztunk, és én azt gondolom, hogy amit most elmondtam, az pontosan ezt igazolja. Karcag közigazgatási területén jelenleg dr. Temesvári Tamás, dr. Domán György és dr. Terjék Imre látja el az orvosi ügyeletet, akiknek beosztása és elérhetősége megtalálható a kamara honlapján, de ahogy lehet látni, hetente a Karcagi Hírmondó nyomtatott sajtójában, illetve a Facebook oldalán is folyamatosan tájékoztatást ad az állatorvosi ügyeletről, amely az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az idei évben is egy fő állatorvos péntek délután 18 órától hétfőn reggel 8 óráig tartó ügyeletét fogja tartalmazni, és ehhez tudunk költségvetési támogatást is biztosítani saját forrásból. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Molnár Pál képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Nem kívánom megismételni, amit polgármester úr elmondott. Önként vállalt feladatról van szó, de ahogy az anyagban is szerepel, nagy igény van rá. Nem akkora terhet jelent az önkormányzatnak, hogy ezen esetleg vitatkozni kellene, sokkal, de sokkal többet nyerünk azzal, hogyha biztosítunk egy ilyen szolgáltatást is a források biztosításával, a lakosság irányába. Nem is volt vita, ez a mezőgazdaság és környezetvédelmi bizottságon elfogadásra került egyhangulag, és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Karcagi Nagy Zoltán képviselő. Tisztelt polgármester, köszönöm szépen a szót. Szeretnék csatlakozni képviselőtársam szavaihoz, hiszen a pénzügyi fejlesztési bizottság is megtárgyalta, úgy a forrás tekintetében egyetértett és elfogadta, testületnek is elfogadásra javasolja.
Köszönöm szépen. Nyilván nem ehhez a napirendi ponthoz tartozik szorosan, de azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell említenünk, hogy a költségvetés tartalmaz egyébként egy állatvédelmi feladatok ellátására szolgáló nagyobb összeget is, amelyet szintén beépítettünk a költségvetésbe. Ez elsősorban a gyepmesteri telepnek azokat a feladatait hivatott szolgálni és forrás biztosítani hozzá, amely az állatvédelmi törvényből adódik, de azt gondolom, hogy egyébként is megtettük volna ezeket a fejlesztéseket. Úgyhogy ezt is tartalmazza a költségvetésünk, amelyet néhányan nem fogadtak el. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás továbbra. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodott, egy hangulat került elfogadásra. 16. napirendi pontunk, javaslata a Szolnok-Tenyőszigeti ingatlanok hasznosításáról szóló 274/2015-ös önkormányzati határozat módosítására. Karcagváros önkormányzat tulajdonát képezi több beépítetlen terület, művelési ágú Szolnok-Tenyőszigeti ingatlan. A képviselőtestület az ingatlanokból 10 darabot értékesített, melyet 2021. decemberében aztán visszavásárolt a KVG Kft-től. Mindezek ismeretében szükséges az ingatlanok hasznosítására, karbantartására vonatkozó képviselőtestületi döntés módosítása, már csak azért is, mert a területet gyomtalanítani, gasztalanítani szükséges. Erre 2013. november 1-től folyamatosan van szerződésünk Földes Károly szolnoki lakossal, ahol haszonbérlő jelezte, hogy továbbra is szívesen vállalja az ingatlanok gyommentesítését, karbantartását 2024. december 31-ig történő időszakban. Én úgy gondolom, hogy eddig is nagyon jól ellátta feladatát. Javaslom ezt a szerződést meghosszabbítani vele. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e a napi rendi ponttal kapcsolatban? Köszönöm szépen. Én is támogatásra javaslom, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 17. napi rendi pontunk, javaslat az Agrárminisztérium által meghirdetett Hungarikum pályázaton való részvételre. Az agrárminiszter a Hungarikum Bizottság elnökeként a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására írt ki nyílt pályázatot, ahol a Hungarikum törvény szerinti nemzeti értékek bemutatása és népszerűsítése a feladat. Több jogosult is van a pályázat benyújtására ebben a pályázati formában. A települési értéktárral rendelkező önkormányzatok pályázhatnak. A pályázat összeg 4 millió forintig terjedhet. Én javaslom pályázat benyújtását a Hungarikum Karcagi Birkapörkölt és a nagy hagyományokkal rendelkező Karcagi Birkafőző Fesztivál népszerűsítésére az egyes célterület alapján megírni ezt a 4 millió forint összegű pályázati igényt, lehetőséget. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás. Szakbizottság támogatta. Én is azt javaslom, ha nincs további kérdés, hozzászólás, aki elfogadja, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. 18. napirendi pontunk, javaslat a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatásáról szóló pályázaton való részvételre. A pályázat hasonló, a célterület is majdnem ugyanaz, a pályázó személye lesz más, hiszen pályázatot nyújthatnak be a települési értéktárral rendelkező önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények is. Jelen pályázat esetében a Györfi István Nagykun Múzeum. Itt is egy 4 millió forint értékű pályázati anyag kerülne összeállítására, amely elsősorban a Györfi István Nagykun Múzeum új honlapját, tárhelyének bővítését, új szerverét, domain nevét tartalmazná, valamint azt a lehetőséget biztosítaná nyertes pályázat esetén, hogy a települési értéktárba felvett helyi értékek később egy bővebb ismertetési lehetőséget kapjanak, mind a honlapon, mind pedig akár nyomtatott formában is. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs támogatásra, javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra.
19. napirendi pontunk javaslat az önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2022. évi pályázaton való részvételre. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államházta és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényben felhatalmazott jogaiknál belterületi utak, járdák, hidak felújítású jogcímen való pályázatra és költségvetési támogatás igénylésére. A települési önkormányzat közigazgatási területén a tulajdonában lévő út, híd és járda felújításra, karbantartásra igényelhet pályázati támogatást 10.000 fő felett, amely településünket is érinti maximálisan 40 millió forint összegben, amely pályázat intenzitása 65%-os, tehát önerőt is kell hozzá biztosítanunk, és ahogy a költségvetési vitában is jeleztem képviselő úrnak, illetve a képviselőtestületnek, a jelenlévőknek, televízió nézőknek, itt útszakaszokat szeretnénk felújítani. Ez a Vasút utcát jelenteni, amely az önkormányzat kezelésében lévő teljes hosszát, tehát a Kisújszállás és a Széchenyi Sugárút közötti szakaszt érinti, illetve a Széchenyi Sugárút és a Szent István Sugárútnak azt a részét, amelyet képviselő úr is kifogásolt, hogy nem járunk arra, ezek szerint mégiscsak arra járunk, ennek a felújítását tartalmazná ez a pályázat. Kérdés, hozzászólás, vitára bocsájtom. Pánti Ildikó képviselő asszony. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, nagyon-nagyon örülünk neki, azt hiszem valamennyien, mivel az érintett terület egy részének területi képviselője vagyok, és ehhez kapcsolódna a kérdésem is. Egyértelmű, ugye a Vasút utca, Széchenyi Sugárútig lévő szakasza, ugye, nagyon fognak örülni az ott lakók, mert a forgalmat nem kell mondani a bejárkörúttal együtt. Ez egy régi dolog, de békésen viseljük és viselik az ott lakók. A felújítás pedig örvendetes lesz, hogyha a pályázat nyerő lesz, és az önkormányzat is biztosítja a segítséget. A kérdésem a következő lenne. Széchenyi Sugárút teljes szakaszát érinti, vagy csak, tehát a teljes szakasz alatt értem, a Kápolnától a déli városrész bejáratáig lévő, mert az is Széchenyi Sugárút. Hogy ez a teljes szakasz, mert ez egy kiépített, van a Széchenyi Sugárútnak sajnos útalappal rendelkező szakasza is, de ez akkor a teljes szakaszát érinti a Széchenyi Sugárútnak, a kiépített úttal, tehát kapcsolódván aztán majd a Szent István Sugárúthoz, mint a városnak leghosszabb, úgy tudom, leghosszabb sugárútja és legszebb sugárútja. Ezt is el kell mondani örömmel. Tehát a teljes kiépített szakaszt érinti a Széchenyi Sugárútnak? A kérdésem ez lenne. Köszönöm, és azt hiszem, hogy Andrássy András képviselőtársam örül neki a legjobban, hogy a kiépített kerékpárút mellett, amely szép családi háza előtt megy, most egy felújított út kerül, bízunk benne, és ez örvendetes neki is, meg a terület képviselőjének, és az ott lakóknak egyaránt. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdés, képviselő asszony. Láttam Andrássy András képviselő úron a kaján mosolyt, hogy mi lesz a válasz. Jó híreim vannak, képviselő úr. Ez a pályázat, ez a fönti szakasz tartalmazza, tehát a katolikus templom, a katolikus, igen, azért látom a mosolyt, már nem használja a maszkot. A katolikus templomtól egészen a Kacsó utcáig tart az a rész, amely ebben a pályázatban van. De van egy másik pályázat, ami a Kápolnától a déli külvárosi rész bejáratáig tartó teljes útfelújítást tartalmazza. Tehát nagy részt ugye elkészült a rendőrségtől a postáig. A fönnmaradó szakasz, én azt gondolom, hogy megkapta azt a karbantartási munkálatot, amely szükséges ahhoz, hogy használható és jó legyen.
Nyilván képviselő úr is látja a kerékpárutat, gondolom használja is, hogy milyen jó állapotban van. Tehát a Széchenyi sugárút teljes hosszában kezelve lesz, egy része teljes szélességében megújul, egy része pedig használható, és azt mondom, hogy nagyon jó állapotban. Az a része egyébként viszonylag jó állapotú, tehát a Vasút utcától egészen a rendőrségig viszonylag jó állapotú. Azokat a rossz részeket fogjuk kijavítani, amelyek tényleg szükségesek ahhoz, hogy gyűjtő útként, hangsúlyozom, gyűjtő útként, hiszen az első feladatunk, amikor útfelújításban gondolkozunk, az mindenképpen a gyűjtő utaknak a mihamarabbi teljes rekonstrukciója, és majd a hozzá kapcsolódó mellékutaknak a javítása, kátyúzása, amelyet azt gondolom, hogy a Városgondnokság szakemberei el fognak tudni, és el is láttak az előző években is. Tehát a Széchenyi sugárútnak a külvárosi bejárattól egészen a kápolnáig eső része rendbe lesz téve, rendbe van téve a rendőrségtől a postáig, és most ebben a pályázatban, ha sikeres lesz a pályázatunk, akkor a postától a Kacsó utcáig fogjuk rendbe tenni ezt a útszakaszt. Úgyhogy jogos volt a kérdés, köszönöm szépen, megnyugtató, remélem a válasz is. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom mindenkinek ezt a pályázatot és összegre való tekintettel név szerinti szavazást kérek mindenkitől. Molnár Pál, dr. Kanász Nagy László, Nagyné László Erzsébet, Gyurcsek János, dr. Pintér Zoltán, Karcagi Nagy Zoltán, Szepesi Tibor, igen, Pánti Ildikó, Andrássy András, Lengyel János, Kozma Dániel. Köszönöm szépen. Csak ha már a többi napirendnél is mondtam, akkor itt is megjegyzem, hogy ennek a pályázatnak az önerejét az a költségvetés tartalmazza, amelyet néhányan nem szavaztak meg a mai testületi ülésen. A 20. napirendi pontunk javaslat a Karcag-Széchenyi István sugárút 83A épület földszint 4 alatti önkormányzati bérlakás pályázat útján történő bérbeadására. A Karcag-Széchenyi István sugárút 83A épület földszint 4 alatti komfortos, komfortfokozatú önkormányzati tulajdonban lévő bérlakása jelenleg üres. Javaslom a lakás bérlőjének pályázat útján történő kiválasztását, a bérbeadásnak jogszabályi akadálya nincs. Az előterjesztés javaslat tartalmazza a pályázati kiírást, azokat a feltételeket, amelyre lehet pályázni. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? A bizottság támogatta. Ha nincs további hozzászólás, kérdés, akkor elfogadásra javaslom. Aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. 21. napirendi pontunk, jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 5 határozati javaslatot tartalmaz a napirend, én javaslom egyben elfogadni. Vitára bocsájtom, bármelyik jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, javaslata. Ha nincs, akkor egyben javaslom elfogadni az 5 jelentést, aki elfogadja, támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselő testület, a 22-től 27-ig terjedő napirendi pontok tárgyalásánál zárt ülést rendelek el. A testület nyilvános ülés keretében folytatja munkáját. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2022. február 24-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselő testület. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi ponti javaslata arra az ülésre. Nincs, akkor az ottani napirendeknek megfelelően fogjuk megtárgyalni majd a javaslatokat, előterjesztéseket. Tisztelt képviselőtestület,
Megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, a meghívottaknak a megjelenést, a hivatal dolgozóinak a közreműködést, az anyagok elkészítését, ahogyan azt a mai napi rendi pontok között is a beszámolóban megköszöntük, így a mai nap is. Megköszönöm a jelenlévők aktivitását, a kedves televízió nézők figyelmét, a mai testületi ülést bezárom.